Sziasztok! Már elég rég volt a csatornámon ilyen ruha bemutatós videó, úgyhogy mindenképpen akartam nektek csinálni, ugyanis megjöttek az új MyProtein ruhák, amikbe abszolút szerelmes vagyok, különösen ezekbe a pasztel színekbe. Ugyanez a kollekció, ez a Seamless kollekciónak van egy zöld ruhája is, ami szintén nagyon-nagyon jó, azt rendeltem meg először, és hát nagyon tetszett, úgyhogy mindenképpen meg akartam rendelni ezt a kék pasztel színt is. Elől nincsen varrás, nem vág be, ez a bicikli sortja, úgyhogy ez egyáltalán nincs ki belőle a fenék, és hogyha edzünk, akkor sem. Ezt a kollekciót nem ajánlanám a hitezéshez, ugyanis a melltartó nagyon-nagyon szép, de viszont nem annyira tart, mondjuk, mint egy tempó kollekció. Egyébként felveszem ezt is a hitekhez, de akkor inkább aláveszek egy olyan melltartót, ami sokkal jobban tart. Na, hát erről beszélek, szerintem mondanom sem kell, hogy úristen, gyönyörű, szép színe van, egyszerűen imádom ezeket a pasztel színeket. Ez volt rajtam egyébként a csapat találkozó edzésen is, viszont nem ez a hosszú biker sortja, hanem a rövidebb, úgyhogy vannak ilyen rövidebb nacik is az oldalukon, amik hát azért ebből ki villan a popsi, hogyha mondjuk hiteztek, de egyébként az edzőteremben teljesen jól megállja a helyét. Nagyon szép, hátul a keresztpántos. Így néz ki. Hát ez biztos, hogy a kedvenceim között lesz. Gyorsan felvettem nektek a rövidebbet. Hát ez eddig ér kb, de ahogy mozgok benne, ez mindig egy picit följebb csúszik, és már-már ki tud belőle bukni a fenekem, és annyira nem szeretem, mert nekem nem komfortos a teremben, de például nyáron akár egy hosszított felsővel, vagy a szabadban szerintem teljesen jól megállja a helyét. A következő darab is egy biker short. Ennek nem találtam a felső részét, szerintem már elfogyott, viszont egy ilyen felső simán szerintem megállja a helyét a teremben. Nagyon-nagyon tetszett a színű, úgyhogy nem akartam otthagyni. Egyébként le is volt árazva a ruhákra, most is érvényes a 41% kedvezmény, sőt, hogyha mondjuk valamelyik le van éppen árazva, akkor még abból is legyen, úgyhogy akár többet, mint 41%-ot be tudtok zsebelni egyes ruhadarabokra. Nekem nagyon-nagyon tetszik. Imádom. És ez is M-es. Nadrágokban mindig M-eset szoktam. A rövidekből, mert nem szeretem, hogyha összenyom, de hosszúban mindig S-eset veszek, és azok tökéletesek. Hát a következő is, úristen, imádom. Annyira szeretem ezeket a biker sortokat, mert nincs ki belőle a fenekem, tökre divatos, jól néz ki, pont elég hosszú, nem nyom össze. Ezen a cí is egyébként M-es, a felső is M-es. Ez a Tempo kollekciónak a felső része, ez pedig a Tempo szín lesz. Ennek teljesen más a varrása, mint az előzőeknek. Itt a fenekén is kicsit azt érzem, hogy egy ilyen külön fenék kiemelő varrása van. De nagyon-nagyon tetszik ez a szín is, és lehet őket kombinálni fehérrel, feketével, nagyon tetszik. Egy teljesen más kollekciót hoztam, ez a Tempo kollekció. Ennek más az anyaga, de én jobban szeretem egyébként ezt, mint a Seamless. Nem tudom, hogyha közelebb jövök, akkor lehet, hogy jobban látjátok az anyagát. Itt van kis zseb is, akár a telefonnak, vagy a kulcsnak, le lehet tenni. És ennek a hosszú nacia is, az nagyon nagy szerelem. És nagyon jól tart a hátsó része is. A nadrág sem csúszkál, kellően rugalmas, nem nyom össze. Itt a melltartóból is kivehető a szivacs rész, úgyhogy ez teljesen jól el lett találva. És ebbe tökéletesen lehet hitezni is, mert nagyon-nagyon feszes és nagyon tart.